Meg nyilván most terejtsük végig, ez a 24.hu nem olyan videókat szokott készíteni, ami a Fidelite számára pozitív, vagy ami a polgári oldal számára pozitív. Jó. 1848. március 15-ének fiatal hőseire, Jókaira, Vasvárira és Petőfire emlékeztünk. Az ő nagy eredményük, nagy érdemük az, hogy gyakorlatilag korukon belül is látták Magyarország jövője, a szabadság és a függetlenség kivívásán keresztül biztosított. Napjainkban hasonló időket élünk, ki kell vívni Magyarország függetlenségét és szabadságát. Ebben a harcban a Fidesz és a KDNP szövetsége az, amely egyébként a legjobb járható úton jár. Holnap egyébként én magam is azért a békemenethez csatlakozom. Jelen van a Momentum is. Így fogyasztjuk el a Momentumot. Nagyon sok Fidelitas rendezvényt csináltam. Még a Rogán Antalékkal, a régi nagyokkal, az atyákkal, mert én hangosítok. Vagy fiatalként mi a vonzó a Fidelitásban? Én azt tudnám neked mondani, hogy ez egy összetartó közösség, tehát meg lehet beszélni bárkinek baját, segítünk egymásnak, próbálunk odafigyelni, magunknak is szervezünk programokat, tehát odafigyelünk egymást, ez egy nagyon lényeges dolog, segítjük egymást. Én elsősorban ezt emelnék ki, tehát tényleg egy kiváló közösség. Kire lehet felnézni? Például a Böröc Laci az egy nagyon-nagyon új török szerintem, tehát ő biztos, hogy jó folytatás lesz. Nekünk nem karddal, szurnyokkal kell csatába mennünk, hogy hazánk független és szabad ország maradjon. Nekünk olyan erőkkel, olyan erőkkel kell megküzdenünk, amelyek nemzeti karakterünktől, magyarságunktól akarnak megfosztani bennünket. Nem lehetünk gyávák a brüsszeli bürokraták a harácsoló nemzetközi pénzvilág elleni küzdelemben. Meg kell őriznünk saját kultúránkat, nemzeti identitásunkat. A régiek közül én például szeretem a Rogán Antalt. Jó hazafi. Hát én például köztársasági elnök urat ide tudom ide tudom sorolni. Hát most én kiemelni nem szeretnék senkit, nyilván számos olyan volt és jelenlegi politikus is van. Nyilván mi a polgári oldalt képviseljük a polgári oldalon belül, a fideszes képviselőkön, vezetőkön, politikusokon belül, akik közül jó néhányat fel lehetne sorolni. Számodra például ki ilyen? Én ebbe a játékba nem szeretnék belemenni, ne haragudjatok. A szabadságot ajándékba kaptuk, de a nemzeti összefogásért még meg kell harcolnunk, hiszen a határainkon túl 5 millió honfitársunk gondol szeretettel az anyaország iránt. Március 15-e és a békemenet között lehet párhuzamot vonni? Én tudok párhuzamot vonni. Miért? És mik ezek a párhuzamok? Hasonló értékeket tartunk fontosnak. Március ifjak is a szabadságért, demokráciáért, a független Magyarországért harcoltak. Minden társadalmi kor nemzedékének megvannak a maga feladatai. A 48-asoknak akkor egy polgári társadalom kialakítása, a függetlenség kivívása volt a feladata. Ma hasonló célokért küzdünk. A függetlenségünket, a magyar kormány függetlenségéért küzdünk, az, hogy ne Brüsszelből mondják meg nekünk, hogy mit kell tenni, ne Soros Györgyhez hasonló pénzügyi lobbik határozzák meg az adott ország szuverenitását és a politikai irányvonalát.